Hát azért van kultúrája Budapesten a fürdőnek és a szaunázásnak, és pont ez is a lényeg, hogy egy kicsit kibillenteni az embereket ebből a megszokott nézőpontból, hogy egy új helyszínről tudják szemlélni a várost. Ez jó kérdés, hogy miért szeretek szaunálni, tényleg ilyen izény. Nem azért, mert annyira egészséges, mert biztos az különben meg minden, de azért, mert élvezem is tudom. Beszívja a tőről. Mennyit? Gyönyörű a kilátás, jó társaság, egy ilyen szűk társasággal föl tudtok jönni. Beszélgettek, egy ilyen kicsit így megmozott, nem ott vagytok mondjuk egy wellness, nem tudom, fürdőbe, hanem fönt a Gellért egy tetején is, és ránéztek a városra. Kávé, miért sötét van, és fejlök oda kezdeni. Van benne egy ilyen egyébként. Mámor. Ez szerintem egy egészséges dolog, és jó kikapcsolódás. Engem ellazít, megnyugtat, relaxál, nem tudom, rekreál. Úgyhogy így barátokkal kicsit sörözgetve különösen jó pofamulatság szerintem. És akkor ide kijönni a Gellért hegyre és kinézni a városra pedig még egy kis plusztat hozzá. Mire iszunk? Mire 300? Igen. Kis ezért. Ez milyen? Jó alfa. Ja. Ez nem a kátrányos, az is jó. Nem jó alfa. Hát a vendégek imádják, szóval mindenki kijön és fülig jön a szája, és ez nagyon jó látni, amikor mosolyogva köszönik meg ezt az élményt. Hihetetlen jó dolog visszakapni ezt az örömöt. És a turisták is, akik itt elmennek, vagy a helyiek, sokan járnak fel ide kirándulni, mindenki megnézi és fényképezi és nézi és kérdezgeti, hogy hogyan lehet ide bejönni, mikor, hogy működik ez az egész, meg miért van. Az a jó, hogy kihagytam a trükközömet, és meleg. Igen? Ez olyan szokott lenni. Most a lukba itt kicsit egy órát, úgyhogy belepozott, hogy minden pontot a lábos. Egyébként igen, én is ezt az ág. Thank you.